Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A nyári szünetben hétről hétre korábbi műsoraink ismétléseit hallhatták, mostantól azonban ismét élőadásban jelentkezik a Hit Kapuja című hitvédelmi műsorunk. Egy korábbi adásunkban a szentségeket sorra véve már beszélgettünk az egyházi rendnek a szentségéről, de akkor az idő rövidsége miatt nem tudtunk minden felmerülő kérdést sorra venni, és a kérdésekre főleg választ adni, úgyhogy most ezt a témát fogjuk a következő órában folytatni. Püspök atya, a papsággal és az egyházi hierarchiával kapcsolatban manapság még akár a bulvár sajtóban is rendszeresen olvashatunk híreket, amelyek bizony sokszor téves információkat közölnek, sőt nagyon sokszor előfordulnak szándékos csúsztatások is rosszabb esetben. Mai műsorunkban ezért főleg nem a teológiai és a dogmatikai megközelítéssel próbálunk foglalkozni az egyházi renddel kapcsolatban, mert ugye azokat már sorra vettük, hanem a mindennapok szintjén felmerülő kérdésekről. Gyakran hallhatunk az egyházi hierarchiával kapcsolatban különféle megnevezéseket, amit a köznyelv rangoknak, méltóságoknak is szokott nevezni. Nagyszüleinknek és az idősebb generációknak talán nem okoz problémát, hogy ezekben eligazodjanak, de bizonyára vannak olyanok, akik nem tudják hová tenni ezeket. Éppen ezért talán itt a műsorunk elején nem árt tisztáznunk, hogy mit is jelentenek ezek, melyik milyen beosztást, feladatot jelent, és amelyek mondjuk alá vagy fölé rendeltségi viszonyt is jelenthetnek, melyiknek mi a jelentősége, és amelyiknél lehet talán az eredetet is vizsgáljuk meg. Nos, hát vegyük sorra először az egymásra épülő hierarchiát. Megpróbálom mondani az én egyszerű gondolkodásommal, hogy szerintem melyek ezek a szavak, és akkor Püspök atya majd elmondott, hogy pontosan mit is jelentenek. Káplán, plébános, esperes, püspök, érsek, ezen belül halljuk néha azt, hogy metropolita, metropolita érsek is, és akkor legfelül az átlagember szintjén azt mondjuk, hogy a Szent Atya, a pápa áll. Tehát mi a feladatuk, joghatóságuk, beosztásuk, honnan eredeztethető? Nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Ez a kérdés valóban egy nagyon bonyolult és gazdag világba vezet be minket, ami abból is fakad, hogy az egyházunk története hosszú 2000 éves, tehát nagyon lassan alakultak, fejlődtek ezek a különböző tisztségek, idegen nyelvekből vettük át a megnevezéseket, tehát egy eléggé gazdag és sokrétű világ. Nem is ígérem, hogy most első hallásra ez teljesen világos lesz mindenki számára. Talán hadd mondjam azt is, hogy nem is a legfontosabb része az egyházunknak, tehát az egyházunk lényege az evangélium örömhíre, Krisztusnak a megváltása, az Úristen szeretete, az örök élet reménye. Tehát ahhoz képest ezek a kicsit szervezetibb dolgok másodlagosak. Hadd kezdjem azzal, hogy nyilvánvalóan az egyházi rend szentségének három alapfokozata van, tehát ezt fontos világosan látnunk, és ez a három legalapvetőbb különbségtétel, amit az egyházi rend szentségét birtokló személyek között tennünk kell, a diakónus, a pap és a püspök. Ezek a szentségi különbségek, a püspök az, aki a papi küldetésnek a teljességét gyakorolja azáltal is, hogy ő az, aki papot szentelhet, és ilyen módon az egyház folyamatosságát biztosítani tudja, és a saját egyház megyéjének, a részegyházának a teljes jogú pásztora tud lenni. A pap az, aki szentmisét tud bemutatni, illetőleg a bűnbánat szentségében a föloldozást adhatja, a betegek szentségét adhatja, és a diakónus pedig az, aki keresztelésnél az egyháznak a hivatalos szentségkiszolgáltatójaként megjelenik, esketésnél prédikálhat. Tehát ez a három alapkülönbség. A többi különbség az nem ilyen súlyú, tehát nincs szentségi súlya, hanem sokkal inkább az egyház kormányzatában, az egyház szervezetben betöltött szerepeket jelzi. A káplán az egy olyan pap, aki a plébános
Nak a segítője, beosztottja. Mindenki, akit pappá szentelnek, az általában először káplán lesz. Ez egy kicsit betanuló idő is, amikor egy-egy plébánostól ellessük a papi szolgálatnak a csinyát, binyát, anyakönyvek írását, és nagyon sok minden más. Tehát nagyon jó a papszentelés után ez a néhány hely, az is nagyon előnyös, ha egy fiatal atya több helyen van, tehát több stílus, több plébániát lát. A plébános mellett a káplán segítőként van, tehát ahogyan a plébános az ő munkáját beosztja, vagy amit rábíz, azt kell tennie. Általában nyilván dolog természetéből adódik, hogy főleg a fiatalokkal való foglalkozás szokott a káplánok dolga lenni. A plébános az egy plébániának, vagyis egy adott területen élő katolikusoknak a saját lelkipásztora, akit a püspök oda kinevez, és ő irányítja annak a plébániának, annak a területen, azon a területen élő katolikusoknak a lelki életét, ami egy nagyon gazdag és sokrétű feladat jelenti, a családok látogatását, a világi közösségek összehangolását, vezetését, szentségek kiszolgáltatását, szegényekre való odafigyelést. Rendkívüli esetekben létezhet nem csak ilyen területi plébánia, tehát egy adott helyen lakóknak az egysége, hanem létezhet úgynevezett személyi plébánia is, például mondjuk egy nemzetiségnek a plébániája, ahogy a nyugaton élő, vagy Amerikában, Ausztráliában élő magyarságnak nagyon sok helyen van magyar plébániája és saját plébánosa, tehát ez nem annyira egy területen, hanem az adott anyanyelvhez, kultúrához tartozó embereknek a plébániája, akiknek saját plébánosuk van. És hadd mondjak még egy rendkívüli esetet, ami egyre gyakoribbá válik. Paphiány miatt lehetséges az, hogy ne pap, illetve nem jut pap egy adott plébániára, és akkor világiakra, vagy pedig diakónusra is lehet bízni annak a területnek a lelkipásztori gondozását. Ő nem teljes jogú plébános, mert mindig van mellette egy pap, aki nyilván szentmiséket mond, gyóntatás, stb. Végzi, de mégiscsak annak a területnek az első számú lelkipásztori munkatársa ő. Tehát ezen sem szabad meglepődni manapság már, hogy vannak olyan települések, ahol diakónus vagy pedig világi a plébániának az irányítója, vezetője. Esperes. Ez egy érdekes magyar szó, ami akár a francia nyelven keresztül, vagy talán a németen keresztül jöhetett hozzánk. Az archiprêtre, vagyis fő pap, a papoknak a főnöke, vagy erzpriester, ebből származhat. Ez azt jelenti, hogy egy adott esperesi kerületen belül, vagyis néhány plébániának a közösségén belül ez az atya meg van bízva azzal, hogy a többit egy kicsikét segítse, néha meglátogassa, és kicsit ellenőrizze is, az anyakönyveket átnézi, számadásokat átnézi. Tehát az esperesnek ez a legfőbb dolga, hogy a püspök nevében, és ő helyette is évről évre a kerületben, a környékben levő plébániákat meglátogatja. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy egy egyházmegye esperesi kerületekre van felosztva, területileg legalábbis, és akkor ennek az egyházkerületnek, vagy esperesi kerületnek mindig a vezetője az esperes. Igen, ez így volt hagyomány, és nem feltétlen kötelező, tehát vannak olyan részei az egyháznak Afrikában másutt, ahol ez nem alakult ilyen módon ki, de ahol van, ott ez jelenti, tehát több plébánia alkot egy esperesi kerületet. A püspök az apostol utód, aki egy-egy ház megyének a pásztora, az igehirdetésben, a kormányzásban, a megszentelésben is ő irányítja annak a részegyháznak, vagyis annak az egyház megyének az életét. Ő az, aki a saját papjait felszentelheti, illetőleg engedélyt adhat rá. Tehát csak úgy lehet papot szentelni, hogyha a saját megyés püspök, illetőleg a szerzetes, akkor a saját tartományfőnök erre az engedélyt megadja. A püspöknek a feladata az is, hogy
a pápa felé kapcsolatot tartson, 5 évente jelentést küld minden püspök a maga egyházmegyéről, az úgynevezett ad limina látogatásra elmegy, tehát a Szentatyához személyesen is időről időre elmegy. Érsek, ahogyan kicsit ahhoz hasonló, mint az esperes a plébánosok között, és hát ez is francián keresztül ársövek, vagyis főpüspök, ebből származik a magyar megnevezés. Azt jelenti ez, hogy több egyházmegye tartozik egy úgynevezett egyháztartományba, és ott a főegyházmegyének, a vezető egyházmegyének a püspökét nevezik érseknek. Például az Esztergom-Budapesti Egyházmegye az egy ilyen főegyházmegye, és ennek a püspöke mindig érsek. De ugyanígy a kalocsai püspök mindig érsek, az egri püspök mindig érsek, és alájuk tartoznak egyházmegyék, úgynevezett szufragáneus egyházmegyék, akik ebbe az egyháztartományba tartoznak. Gyakorlatilag az érsekség olyan túl különös beosztást, hatalmat nem jelent egy kis felügyeletet, tehát ha bármi nagyobb probléma adódik, akkor az érseknek kötelessége ott azt megpróbálni megoldani, illetőleg a Szentszék felé közvetíteni. Az érseknek a jelvénye a pallium, ez a vállon viselt fehér színű öltözék, amit a Szentszék, a Szentatya áld meg és küld az érsekeknek. Hadd említsem, mert Magyarországon különleges, hogy van prímás. Az esztergomi érsek az mindig prímása is Magyarországnak, vagyis a legelső papja, ez ezt jelenti. Ez egy történelmileg megmaradt funkció nálunk, illetőleg egy-két nemzetnél, Lengyelországnak is ugyanígy van prímása. Nálunk a történelmi jogok és feladatok, amik megmaradtak, az az, hogy a prímás képviseli az egyházunkat, a Magyar Katolikus Egyházat az állam felé is, és a Szentszék felé is. Tehát van egy ilyen egyszemélyű képviselet, illetőleg nemzeti zsinatot összehívhat. A pápa pedig Rómának a püspöke és Szent Péter apostol utóda, akire az Úr Jézus az egyházát bízta és építette, amikor mondta, hogy te Péter vagy, azaz kőszikla, és erre a sziklára építem az egyházamat. Tehát a pápa őrzi az egyháznak az egységét, ő ennek az egyetlen egyháznak az egy vezetője, aki összetudja fogni, és hát emellett a Vatikán államnak is az államfője, és ilyen módon diplomáciai kapcsolatot is tart nagyon sok más állammal. A pápaságról még majd a műsorunk folyamán később több szót is fogunk ejteni. Nagyon sokszor hallunk viszont olyan megkülönböztetést püspökkel, püspöki méltósággal kapcsolatban, hogy megyés püspök, vagy pedig címzetes vagy segédpüspök, ugye ez két utóbbi azonos dolgot jelent. Ez milyen megkülönböztetés? Segédpüspökök azok, akiket fölszentelnek püspökké ugyanúgy, mint bármi más püspököt, tehát ebben szentségi értelemben nincs különbség. Akár mondjuk a pápa, egy érsek, egy megyés püspök és egy segédpüspök között. Azonban a segédpüspököt a megyés püspök kérésére nevezik ki, és az ő segítőjének szánják. Vagyis a megyés püspök mellett olyan feladatokat végez, amit a megyés püspök rábíz. Egy kicsit olyan, mint a káplán a plébános mellett. Tehát azokat a területeket láthatja el, amiket a megyés püspök rábíz. Azért nevezik címzetes püspöknek, mert egy nagyon ősi egyházi hagyomány szerint minden püspöknek kell, hogy legyen városa. És egy városnak egy püspöke kell, hogy legyen. El akarták azt kerülni, hogy bármi megosztottság támadjon az egyházban. És mivel a segédpüspöknek nincs saját városa, mert azt a megyés püspök irányítja, azért ez a hagyomány, hogy már nem létező püspöki székhelyeknek a címét kapja meg. És ezért címzetes püspök a... De gyakorlatilag annak az egyházmegyének a szolgálatára van, tehát én mondjuk Esztergom Budapestnek a segédpüspöke vagyok, annak ellenére, hogy a cím az Febiana, tehát egy abszolút távoli hely valahol Afrikában, de ahhoz gyakorlatilag nekem nincsen közöm.
A szolgálati papság mellett, mert ugye most a szolgálati papságról és a hierarchiáról beszéltünk, óhatatlanul eszembe jut a II. Vatikáni zsinatnak a megfogalmazása, hogy létezik egy úgynevezett általános papság, és ez engem, mint civil embert nagyon sokszor foglalkoztat. Ez ugye a keresztségben szerzett és a birmánásban megerősített természet fölötti méltóság a katolikus katekizmus meghatározása szerint, amelyben ugye Krisztus egyházának minden tagja részesül, tehát bizonyos értelemben mi világiak is papok vagyunk. Mit jelent ez? Tehát milyen feladatokat róhat ez ránk világiakra, és melyek azok a, vagy vannak-e egyáltalán olyan hagyományos papi feladatok, amelyeket egy civil is elláthat, pláne mondjuk ismervén korunk paphiányát? Mik ezeknek a kritériumai, tehát kik áldoztathatnak, temethetnek, vagy mit tarthatnak? Gégya liturgiát? Az általános papságról való beszéd, ez főleg a II. Vatikáni zsinat után lett intenzívebb az egyházunkban, de egyáltalán nem egy új dolog. Tehát egy nagyon ősi valóságot helyezett újra a figyelem középpontjában II. Vatikáni zsinat. A hívek papi küldetésének, vagy úgynevezett papságának a megfogalmazása már az újszövetségi szentírásban olvasható Szent Péter apostol levelében, ahol azt mondja, hogy ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok. Vagyis minden keresztény ember megkapta ezt a kiválasztottságot, küldetést, hogy ő királyi papság legyen, vagyis az Úristen dicsőségét szolgálja az életében. Ez az élet egy papi élet, amely előtt dicsőítheti. Egy kicsikét félrevezető talán az a megnevezés, ahogy szoktuk a világi híveket gyakran nevezni, hogy laikus. Mintha azt akarná jelezni, hogy nem ért semmihez, és nem is szabad neki semmi fontosat az egyházban végezni. Az eredeti jelentése ennek a szónak egyáltalán nem lekicsinylő, vagy nem ilyesmit próbált kifejezni, hanem a laos, vagyis nép szóból származik, méghozzá abból a bibliai szóból, ami a szent népet jelenti. Biztos tudjuk, hogy a Bibliában két szó van a népre, az egyik a szent népet, a másik a többieket jelzi, és ezt a görög nyelv is átvette, a bibliai görög nyelv, a laosként nevezi meg a szent népet, etnoszként az etnikumot, vagyis a más népekhez tartozókat. És amikor a kereszténység kialakítja ezt a fogalmat, hogy laikus, akkor erre gondol, hogy a szent néphez tartozó emberek, vagyis akik a keresztség által az Isten népének a tagjai. Tehát egyáltalán nem a passzivitást, vagy az alkalmatlanságot fejezi ki, hanem egy megtisztelő cím, ami azt akarja jelezni, hogy valaki a szent néphez tartozik. A keresztség és a bérmálás által minden keresztény küldetést kap Krisztustól, amit maga az evangélium is sokféleképpen megfogalmaz. Jézus minden tanítványának mondja, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Nem csak az apostoloknak szól ez, hanem minden Krisztus követő embernek. Vagy szintén minden tanítványnak mondja, hogy amit titokban fülbesúgva hallotok, azt hirdessétek a háztetőkről. Tehát mindannyiunkat küldött, hogy az evangéliumot hirdessük. Konkrétan hogyan valósítja meg ezt a világi keresztény? Sokan egy kicsikét ezt talán félreértik, és akkor érzik azt, hogy a világi keresztény megbecsülést kap az egyházban, ha papi jellegű feladatokat kap, mint egy ilyen pótpap, vagy helyettesítő pap, ő is szép karingbe megjelent, akkor érezzük azt, hogy egy laikust megbecsülnek, pedig a laikus embernek a sajátos küldetése az nem annyira az, hogy a papot kipótolja, hanem hogy mint világi a keresztény identitását, hivatását élje, vagyis a világi dolgokat, a tudományt, a művészetet, a munkavilágát, a szociális problémáknak a megoldását, ezeket hassa át az evangélium szellemével. A világinak elsősorban ez a küldetése, ahova a pap sokkal nehezebben tud eljutni munkahelyekre, tudomány világába és sok más ilyen helyre,
ott próbálja az evangélium szellemében a világot kovászként alakítani. Ezeknek a világi tevékenységeknek az egyházunk tanítása szerint van is egy sajátos autonómiája, vagyis saját törvényszerűségei és saját függetlensége vagy önállósága. Vagyis nem feltétlen a papnak vagy az egyházi vezetésnek kell mondjuk azt megmondania, hogy egy keresztény művész milyen módon alkosson, vagy egy keresztény politikus hogyan és mit döntsön, vagy a gazdasági életben egy keresztény vállalkozó mit hogyan tegyen. Ezeknek a valóságoknak vannak saját önálló törvényszerűségeik, amiket az egyháznak is tiszteletben kell tartania. Egy másik nagyon-nagyon fontos területe a laikus ember küldetésének a családja. A házasságának az ápolása és a gyermekei felé a hit továbbadása. És csak ezek után jönnek aztán a sajátosabban egyházi jellegű feladatok. Nagyon rossz is, hogyha ez megbillen. Szokták úgy viccesen mondani, hogy vannak egyházi árvák, meg egyházi özvegyek, olyan gyerekek, akik mondjuk azért látják alig az édesanyjukat, édesapjukat, mert az állandóan a plébánián van, meg segít, meg hitoktat, karitáscsoportban van. Tehát sajnos van, hogy ez az egyensúly elbillen, és egyes emberek a családjuk helyett végzik ezeket a feladatokat, ami teljesen helytelen. Tehát neki a fő küldetése, egy világi családos embernek a fő küldetése a házastársa, hogy azt szeresse a szeretett kapcsolatukat, építse, illetőleg a gyermekeinek a nevelése. De ezután ténylegesen vannak sajátos egyházi feladatok is, hogy milyen sokrétű, inkább csak példaként sorolnék egy-két ilyen sajátosan egyházi küldetést, amit világi betölthet, és hát sok esetben be is tölt. Van nagyon sok egyházi bírónk, aki világi ember, tehát egyházi peres ügyekben, főleg házassági perekben dolgoznak. Szent tudományok oktatása, tehát teológiát nem csak pap taníthat, hanem világi ember is, és hála Istennek nagyon sok ilyen professzorunk, tanárunk van. Kántor lehet világi, és hát legtöbb esetben ez így is van, hitoktató. Egyre nagyobb szerepük van itt is a világiaknak, különösen missziós országokban gyönyörű módon világiak ezrei, tízezrei állnak be az evangélium hirdetésére. Rendkívüli esetben a püspök adhat prédikálási megbízatást is világinak. Tehát kinevezheti őt, ez általában a kinevezéstől függ ennek a konkrét természete, de akár lehet lelkipásztori kisegítő stabilan egy adott helyen, és ő ott igeliturgiát végez, keresztel, esket, és ezeken az alkalmakon prédikál is. Tehát lehet ilyen módon egy nagyon aktív szerepe egy adott területnek a lelkipásztori munkájában. Ezt a tevékenységet akár szentelményekkel is meg lehet erősíteni. Több egyházmegyében ez nagyon szépen alakul, hogy rengeteg világit képeznek lektornak és akolitusnak. De olyan szolgálatok, amik egy különös szentelménnyel is megerősítve, vagy felavatva az illetőt a lektor esetében felolvasásra, minisztránsok vezetésére, igeliturgia vezetésére teszik alkalmassá, az akolitus esetében áldoztatás, de ezentúl betegek látogatása és nagyon sok minden más. Tehát vannak ennek hivatalos formái is, ahogyan egy világi hívőt ezekben a feladatokban az egyházunk megáld és a feladatot rábízza. Van egy-két olyan eset, amikor a szentségkiszolgáltatás a világi számára mindenfajta megbízatás nélkül is lehetséges, sőt kötelező. A legismertebb ilyen eset a szükség helyzetben való keresztelés. Tehát halálveszélyben minden világinak lehetősége és kötelessége is például saját gyermekét megkeresztelni, vagy akár más esetben azt az illetőt, aki a hitre
valamilyen értelemben nyitott. Közbevetőleg hadd jegyezzek meg valamit, ez a szükségkeresztségre jutott kicsit nagyon távoli analógiaként a kezemben. Nemrég jelent meg a Magyar Katolikus Püspöki Karnak az egyik hivatalos kiadványaként az úgynevezett áldások könyve. Az áldások ugye mindig azt bennünk azért azt hallottuk, úgy tudjuk, hogy azért ez egy kifejezetten papi feladat, jó kivéve, amikor az a családfőasztali áldást mond teszem föl a vasárnapi ebéd közben, és elkezdtem olvasni, nézni jobban ezt a könyvet, és számos helyen olyan lehetőséget ad az egyház közösségvezetőknek, családfőknek, más civil személyeknek, ahol ezt a számomra legalábbis hagyományosan papi feladatot elláthatják, és valahol számomra ez egy gyönyörű szép dolog, hogy igen, ezeket a szent szövegeket a megfelelő körben és megfelelő megkötésekkel ugyan, de egy világi ember is végezheti. Ez egy nagyon nősi gyökerű valóság, például, hogy a szülő a gyermekét megáldja, és ezt úgy is képzelték, hogy szinte fizikailag az édesapából átárad a fiúba a kegyelem, a termékenység, az egészség, az életerő, ahogyan rátette a kezét a fiának a fejére, szinte áradt át az apából az áldás. Ezért is van egyébként, hogy Izsák eszik, mielőtt Jákobot megáldja, hogy jó erőben legyen, és ezt az áldást teljesen át tudja adni. De a kereszténységben is teljes mértékben jelenlevő valóság. Tehát az édesapának ez egy gyönyörű feladata, hogy néha gyermekeit megállhatja. Például ősi szokásunk az, hogy esküvő előtt a szülők például a mennyasszonyt, ahogy engedték el az esküvőre, megáldották a saját lányukat az esküvő előtt. Vagy nagyon szép szokás, és sok helyen még hála Istennek él. Papszentelés kor, illetőleg új mise előtt a szülők a saját papfiúkat megáldják. Ahogy az új mise végén a fiú áldja meg a szüleit, nagyon sok helyen így indul az új mise a családi háztól, és úgy indul el az atya, hogy a szülei előtte megáldják